Van egy történetem a tanár úrról. Én abban az időben minden reggel suli előtt korán lejártam úszni, és hát tanár úr is. Találkoztunk, ott köszöntünk és úsztunk. Aztán eljött a nyári szünet, amikor ugye nekem nem kellett iskolába járni, és nem jártam minden reggel korán úszni, napközben jártam le, de egyszer csak olyan augusztus közepe körül, már másfél hónapja nem voltam reggel, mégis korán fölkeltem, nem tudtam visszaaludni, és lementem a szodába. Tartsai tanár úr rögtön jön felém, köszön, szia Ádám, hoztam neked egy akkori matek versenynek, amin én akkor versenyző voltam, a megoldó kulcsát. Hát ez már akkor is egy nagyon nagy figyelmesség lett volna, hogyha tanév közben órán hozza be nekem, hiszen ez nem feladata, de tudta, hogy ez nekem fontos, hiszen ott gondolkoztam ezeken a feladatokon, és jól esik, hogyha el tudom olvasni hivatalos megoldásokat. Úgyhogy mondtam neki, nagyon meg voltam döbbenve, mondtam neki, hát tanár úr, nagyon szépen köszönöm, de hát honnan tudta, hogy én ma le fogok jönni? Ez egy teljesen spontán döntés volt, és másfél hónapja nem jöttem itt le, nem találkoztunk. Azt mondta, hát nem tudtam, én minden reggel elhozom, hát ha jössz. Ilyen tanár és ilyen ember, Tartsai tanár úr. A vita kultúrára szerintem mindenkinek szüksége van, nem csak a matematikával kapcsolatosan, hanem általános világban is azért az természetes igény lehet, hogy ne fogadjanak el mindent úgy, ahogy az érkezik, hanem kérdőjelezzenek meg sok mindent, és saját értelmezést találjanak ki. Manapság az elég gyakran előfordul, hogyha beszélünk valamiről az órán, megkérdezi a fiatalember, hogy szükség van erre az érettségén, és ha az kiderül, hogy nem érettségi anyag, akkor egy kicsit kevésbé lelkesen állnak hozzá. Nálunk az iskolában vannak specmatos osztályok is, de egy ilyen specmatos órán nem én irányítom a történéseket, hanem általában a gyerekek. Az ilyenkorú gyerekek azok nem tudnak még 45 percig egyfolytában figyelni. Ha végig egy előadást hallanak, akkor azért az nem olyan nagyon hatékony, mert hát egyszerűen nem bírják ki. A gondolkodást azt meg kibírják. Tehát egyszerűen azzal, hogy ha ügyesen mozgatják őket, akkor a másik mond valamit, ő akkor szeret vitatkozni vele, és akkor az úgy megy. Aztán persze nem mindig. Van olyan óra, hogy az embernek csorog a hátán a víz, és egy épkézláb gondolatot nem tud kiszedni a gyerekekből, mert előtte dolgozatot írtak. Megtanuljanak önállóan gondolkodni, felfedezni bizonyos dolgokat, és esetleg megtanuljanak olyat is, hogy akkor is érdemes dolgozni, ha közvetlen haszon nincs belőle. Ez manapság már egyre nehezebb, korábban könnyebb volt, de hát a lényeg talán ez, hogy azért is csinálunk valamit, mert szép, nem csak azért, mert hasznos. Van az a dal, hogy mások vittek rossz utakra engem, és én mindig azt szoktam mondani, hogy mások vittek jó utakra engem, és hát ha ezeket jó utaknak lehet mondani, akkor egy jó részét a saját tanítványainak köszönheti az ember, mert egy csomó olyan dolgot tanul meg, amire ő egy adott dologgal kapcsolatban nem is gondolt, és mégis akkor jó irányba megy az elképzelés. Tehát a gyerekektől is lehet tanulni.